Dél-Afrika belső területe minden szempontból kivételes. Itt él a legvégzetesebb macskaféle. Nem az oroszlán. És ez a súlyosan páncélozott élőlény nem hüllő. Egy hely, ahol a sziklából virágok nyílnak, és szinte soha nem esik az eső. Ez Dél-Afrika gyönyörű, brutális és lüktető szíve. Vad Dél-Afrika. A Kalahári vadászai. Ha pislantanak, kihagyhatják. A világ legvérengzőbb macskája a képességeit csiszolja. Ez nem egy apró gepárd. Ennek az egyéves szerválnak ki kell találnia, hogyan ejtsen prédát óránként. Ő inkább egerekre, mint nagyvadakra vadászik. Olyan, mint egy szteroidos házi macska. Dél-Afrika északi szavannáinak nyílt legelői tökéletes színteret nyújtanak neki. Ez a cicus a túlméretezett lábával kifejlett állapotában 60 cm magas lesz. Egy-két évbe is beletelhet, hogy területet szerezzen. Most először van egyedül, és talán még mindig annak az odúnak a közelében lézeng, ahol született. De az anyja már tovább lépett, és 3 új kölyköt nevel. A kicsik 3 hónaposak, és mindenben az anyjukra utaltak. Még legalább 8 hétig szoptatja őket, habár a kölykök már most kívánják a húst. Éppen ezért az anyának plusz műszakot kell vállalnia. A hajnali és alkonyati vadászat mellett most már a napközbeni forróságban is kutatnia kell. Közben egyedül kell hagynia a hiénákkal és ragadozó madarakkal szemben esendő kölykeit. A többi már nem engedheti meg, hogy az anyjára várjon. Afrikában a tapasztalt szerválok a legsikeresebb macskafélék. Míg néhány szerencsés oroszlán minden 3. alkalommal sikeres, addig a szerválok minden 2. próbálkozásra fognak valamit. Ez nem túl becsületes összehasonlítás, hiszen a szerválok egerekre és békákra vadásznak, nem hosszúlábú impalákra és gnúkra. Mégis nagy ügyesség kell ahhoz, hogy évente 4000 rágcsálót fogjanak, és 3 méter magasra ugorva elkapjanak egy madarat. A szuperéles hallásuk és a villámgyors reflexeik a kulcs. Íme egy Pseudaspis cana. A tapasztalatlan macska meglepi a mérges hüllőt. Vagy fordítva.
A szerválok kivételesen jól vadásznak hüllőkre. Általában. Ám ez a fiatal hím még nem sok kígyóval találkozott, és egyik sem volt ilyen agresszív. Habár ez a kígyó nem mérgező, a harapása fájdalmas. Vágott sebet ejt. Az első ijegység után működésbe lépnek a macska ösztönei. Egy erős csapás eltörheti a kígyó gerincét. De nem tudja jól elkapni. Inkább megpróbálja kifárasztani. Úgy tűnik, ez működik. Vagy nem? Mondjuk, hogy döntetlen. Közben az odónál a kölykök az anyjuk visszatérését várják. Türelmetlenül. Most lehetőségük van gyakorolni a vadászatot. Még akkor is, ha csak egy bottal. Közeledik anya. És hozott valamit. A prédát egyben adja át. Az első érkező kap először. Mivel az anya egyedül gondoskodik róluk, a kölyköknek gyorsan kell nőniük. Életük első 11 napja alatt megduplázzák a méretüket. És kezdődik a kiképzés. A birkózás megerősíti a kötődésüket, és felkészíti őket a vadászatra. Egy éven belül szétválnak-e vadkölykök útjai, és külön kalandokra indulnak. Míg a szavanna egyik része a macskákat ringatja, addig a másikon a kutyák élvezik az életet. Vadkutyák. A 10 néhány hetes kölyök lelkesen köszönti a vadászatból visszatérő felnőtteket. Az éhes kicsik éterre számítanak. Afrika egyik legsikeresebb vadászai a vadkutyák 10 alkalomból 8-szor zsákmányt ejtenek. Ezúttal azonban nem jártak sikerrel. Nem hoztak húst a kicsiknek. Szerencsére ők másra is tudnak gondolni. A kölykök a nap felét a vacokban elrejtőzve töltötték, és most ki akarják engedni a gőzt.
ám az egyikük nincs játékos kedvében. Az apróság nem tud lépést tartani a testvéreivel. Ő nem teheti meg, hogy kihagyjon egy étkezést. És nem is fog, ha a családján múlik. A kicsi gyenge, de akkor is a családhoz tartozik. A legtöbb kölyök a vezéré és párjáé. Az egész falka gondoskodik az alomról, még a gyengékről is. A felnőttek új vadászatra indulnak, míg az egyikük ott marad, hogy a kicsikre vigyázzon. A vadkutyák ott vadásznak, ahol gyér a zsákmány. Például a dél-afrikai szavanna északi, nagyon száraz részén. A kevesebb préda miatt többet kell futniuk, de kevesebb oroszlán akarja ellopni a zsákmányukat. Egy kisebb gnú csorda. Vadászat. A vadkutyák vezére a gnúkhoz lopakodik. Megpróbálja megugrasztani a csordát, hogy leválassza a leglassabbat. A többiek legyező alakban szétválnak mögötte, hogy amikor a gnúk futni kezdenek, kilométereken át űzhessék, és futás közben kibelezzék a prédát. Sem harap rá a csalira. Falka a csorda ellen. Az előny a csordáé. A gnúk állják a sarat. Ezzel meghiúsították a vadkutyák stratégiáját. A falka ismét éhesen megy haza. A vadkutyáknak az ad elég erőt a nagyobb vad leterítéséhez, hogy falkában vadásznak. De a szavanna még a csúcsragadozókkal is kegyetlen lehet. Ha ez így megy tovább, el kell hagyniuk a kölyköket, hogy megmentsék magukat. A vacoknál lévő kölykök túl éhesek ahhoz, hogy játszanak. Ám a felvigyázó sokkal komolyabb problémával szembesül. Az oroszlánok a vadkutyák halálos ellenségei. Mivel ők végeznek a populáció 10%-ával, ők jelentik a legnagyobb fenyegetést. A nagymacskák általában napnyugta után a kiváló éjszakai látásukra támaszkodva vadásznak. De az őrszem mindenképpen visszahívja a kölyköket. A csenevész kölyök még kint van. Megvan. A veszély elmúlt. De ha leszáll az éj, az oroszlánok visszatérhetnek. Az őrszem csak abban reménykedhet, hogy a falka ér vissza előbb.
Az őrszem hatalmas ultraérzékeny füle a legkisebb nezt is meghallja. Barát vagy ellenség? Ez a falka. Végre visszatértek a kiéhezett kölykökhöz. Ezúttal nem okoznak nekik csalódást. Mindenki segít etetni a kicsiket. Húst öklendeznek fel nekik. Minden felnőtt gyomra 3 napra elegendő élelmet tud befogadni, ha elég szerencsés ahhoz, hogy ennyit egyen. Végre mindenki boldog. Majdnem. Az anya észreveszi a gyenge, éhes kölyköt. Talán már ahhoz is túl gyenge, hogy egyen. A kétségbe esett anya a féktelen testvérektől távol eteti meg az elesett kölykét. Az anya mindent megtesz, hogy segítse az életben maradását. A vezérre folyamatos nyomás nehezedik. A nősténynek a holnapi vadászatot is sikerre kell vezetnie. A szavanna növényevői más kihívással néznek szembe. Rengeteg növény van, de vetélytárs is. Az állatok úgy fejlődtek, hogy megosztozzanak a javakon. A legmagasabb ágak a zsiráfoké, míg a zebrák és a gnúk a füvet legelik. A varacskos disznók pedig a legalacsonyabb növényeket eszik. És itt van ez a jószág. Nem dinoszaurusz. Nem megbűvölt fenyőtoboz. Hanem egy tobzoska. Dél-Afrika válasza az amerikai armadillóra, habár a kettő nem áll rokonságban. A világ egyetlen teljesen páncélos pikkelyekkel borított emlőse, a tobzoska, Dél-Afrikában szigorú étrendet tart. Maga biztosan bandukol az ebédjéhez. A páncélja adja a testsúlya harmadát. Kiváló szaglása van. Ami furcsa, mert ő maga bűzlik. Az érzékeny orra vezeti el végül a táplálékához. A földi malac mellett ez az egyetlen dél-afrikai emlős, amely hangya evésre specializálódott. Naponta közel 200 000-et eszik. Kinyújtja ragadós, 40 cm-es nyelvét, amely hosszabb, mint a teste. Fogak helyett a lenyelt homok és kavicsok segítségével aprítja fel a táplálékát. A hangyák elfutnak, de nem tudnak elrejtőzni a tobzoska Freddy Krüger-szerű karmai elől. A hangyák kirajzanak, és hangyasabbal próbálják megcsípni. Ilyenkor jól jönnek a pikkelyei. A vastag szemhéja megvédi a szemét, habár amúgy sem lát túl jól.
Egy perc után elege lesz. Mivel főleg éjszakai állat, már vágyik a sötét, föld alatti odúja kényelmére. Hirtelen izgalmas szagot érez. Új küldetésre indul. A rossz látása miatt egy varacskos disznóba botlik. Amit kíváncsivá tesz, ez a nála is furcsább szerzett. A dobzoska nem riad meg. Nem törődik az aklatójával, így az odébb áll. Ő pedig folytatja az útját. Ám hamarosan... egy gepárd kerül az útjába. Talán mégis ágyba kellett volna bújnia. A macska sokkal ijesztőbb, mint a varacskos disznó. A földre veti magát, és betekeredik. A tobzoska áthatolhatatlan. Fegyverszünetet kötnek. Így tovább mehet. Végre elérte a küldetése célját. Friss gnú ürülék. A tobzoska szeret belehemperegni a zebra és gnú ürülékébe. Talán kiirtja a parazitákat. Vagy talán ez az egyedi illatszere. A Chanel No. 2. A furcsán illatosított tobzoska végül kész visszavonulni. A felette magasodott Drakensberg magas gerincként fut végig az ország keleti részén. A 3000 métert is elérő hatalmas hegyek még nagyobb árnyékot vetnek a földre. Elég erősek ahhoz, hogy megváltoztassák az időjárást. Elállják az óceán felül érkező esőfelhők útját. Elrabolják a nedvességüket. És szomjasan hagyják az alattuk elterülő félsivatagot. Dél-Afrika elnyúló központi fennsíkján, a Karun, évente alig 400 milliméternyi eső esik. Északnyugat felé az ország egyre szárazabbá válik. És mégis ezt a szárazföldet szeli keresztül Dél-Afrika legnagyobb folyója, az Orange folyó. A folyó nyugatról indul a Drakensberg-hegységből, és az Atlanti-óceánig vezető 2000 kilométeres útján átszeli a Karut, és határt formál Namíbia felé. Északon a Kalahári van. Ez Dél-Afrika legforróbb helye, ahol a hőmérséklet 40 Celsius fok fölé is emelkedhet.
Az árnyék itt nagyon értékes. A kontinens az oroszlánokról, elefántokról vagy más nagy szeretett élőlényekről híres, és könnyű elfelejteni a meg nem énekelt kis fickókat. A fogföldi ürgemókus közvetlenül a fa alá ássa az üregét. Nagyszerű hely, kivéve ha már felfalta az összes közelben található magot és diófélét. Még a nagy meleg előtt keres élelmet. Nincs egyedül. Két tinédzser követi. A hím ürgemókusok általában együtt élnek. És mint más szobatársaknál, náluk is elmérgesedhet a helyzet. Nem tart sokáig. Túl meleg van. Amikor tűz a nap, ideje felhúzni a tetőt. Ez az alak nem csak felvágni akar. A beépített napernyőjével megduplázza a táplálékszerzési idejét, mivel így 5 fokkal alacsonyabban tarthatja a hőmérsékletét. Az ürgemókusok más trükköket is ismernek. A felnőttek délben készen állnak egy kis siesztára. Ez a hím ás magának egy kellemes, lazító porfürdőt. Az egyik fiatal is kipróbálja. Még túl forró. Az a titok, hogy először el kell tolni a forró felső réteget, és csak aztán kell lefeküdni. Majd belejön. A hőség elviselése az egyik itteni kihívás. Ám a legfontosabb kérdés, hol a víz? A Kalahariban élő szán, azaz Bushman emberek, Dél-Afrika legrégebbi lakosai úgy maradnak életben, hogy tudják a választ. Több mint 20 000 év alatt a bushmanok csontja sűrűbbé vált, és megtanultak boldogulni a napégette tájon. Órákig tudnak futni, és a vadászataik akár napokig tarthatnak. Egy nyársas antilop csorda. A férfiak megpróbálnak elkülöníteni egy állatot.
Ez sikerült. Az egyik antilop elszakad a csordától. Ez végzetes hiba. A szánvadászok addig űzik az antilopot, amíg kifárad, így eléggé megközelíthetik, hogy nyilat lőjenek rá. Követ, elválaszt és üldöz. Ezek a ragadozó és a préda ősi táncának lépései. Akár vadkutyákról és gnúkról, vagy szánvadászokról és antilopokról van szó. A hőség és a megerőltetés végül leteríti a nyársas antilopot. Közben a Kalahári egy ithatójánál a sivatag lakói a szomjukat oltják. Vagy maguk is prédára lesnek. A panyókás sakál egy kalahári pusztai tyúkra vágyakozik. A száraz évszakban, amikor egymás után száradnak ki az itatók, a ragadozónak és a zsákmánynak is sokat kell mennie a vízért. Ez a sakál már két napja vadászik, de nem fogott semmit. A hőmérő higanyszála 38 Celsius fok fölé kúszik. A szánvadászok is elérik teljesítőképességük határát. De készültek elemózsiával. A busmanok nemzedékek óta struc tojásban tárolják a vizet, amit vadászat előtt a földbe ásnak a stratégiai pontokon. Az itatónál a sakál az árnyékban várja a következő lehetőséget. És elindul. Megint semmi. A busmanoknak azonban sikerül lőtávolon belül megközelíteni a kimerült prédát. És kilövik rá a mérgezett nyilukat. A végzetes nyílcélba talál.
A növényekből, rovarokból vagy kígyóméregből szerzett méreganyag talán csak órák alatt végez az antiloppal. A vadászok követik, míg ki nem nyúlik. Majd kivágják a mérgezett részt, és megtartják a többit. A szánok a vadászat végén egy gyors szertartással tisztelegnek az állat előtt. Az itatóhoz újabb madárra érkezik. Kimerültek és felkészületlenek. A sakál lesből támadó taktikája bizonytalan, de az itatónál összegyűlő tömegben megnőnek az esélyei. Előbb vagy utóbb minden madárnak innia kell. Ez az utolsó pihenőhely nyugat felé. Ezután Namaqualand, ez a félsivatag terül el, mely szerencsés, ha évente 200 mm esőt kap. Úgy tűnik, erről a helyről már a természet is lemondott. Mégis virágzik itt az élet. A maga elfonnyadt módján. A struccok és a nyársas antilopok azt legelik, amit találnak. Könersflagte csontszáraz, sziklásnak tűnő síksága a látvány ellenére a növényi változatosság jelképe. Számtalan olyan egyedi törpefaj található itt, ami sehol máshol nem nő. Az évi 150 mm esővel életben maradó, a kvarckavicsok között elszórtan növő apró növényeket élőköveknek hívják. A fehér ásvány visszaveri a nap égető sugarait. A növények megőrzik régi elszáradt leveleiket, és napernyőnek használják. Még a ritka esős napokra várnak. Az életadó eső kimossa a magokat, hogy az új nemzedék szétszóródhasson. De az eső csak a kezdet. A tiszta éjszakai ég napos holnapot ígér.
ahogy a napsugarak círogatni kezdik a földet, kezdetét veszi a csoda. Egyetlen nap micsoda változást hozott. Namaqualand meglepő módon a legváltozatosabb növényfajokkal rendelkező sivatag része. Több mint 3000 különböző vadvirág és posgás faj él itt. Nagyjából 40%-uk csak itt található. Ez a röpke virágos édenkert csupán egy hónapig létezik. De Namaqualand ünnepel, míg tart. Mindenki e salátákban bővelkedő napokra várt. Még az ijedős, szélesfülű egér is kimerészkedik a friss növények kedvéért. Teletömik magukat, hiszen a lakoma nem tart örökké. Egyesek jobban, mint a többiek. Úgy tűnik, nem aggódik amiatt, hogy belefér-e újra az üregébe. És megfeledkezik arról, hogy ő is csemege. Ideje letenni a finom falatot. És visszavonulni. Legalább addig, míg a veszély elvonul. Még néhány hétig rágcsálhatja a látványos táj. Aztán visszatér a gallyakhoz, amikor az aszály egy újabb évre szomjas sivataggá változtatja ezt az élettől vibráló dél-afrikai virágmezőt.